Aki kereskedelmi és közgazdasági pálya iránt érdeklődik, annak a Keriben a helye, ugyanis 220 diákot várnak a különböző képzési formákban. Ez a középiskola 75 éves múltra tekint vissza, 1921-ben alapították Magyar Felső Kereskedelmi Iskolaként, fiú volt, aztán lányiskolává váltunk, és most újra növekszik a fiúk száma. Mindig gazdasági szakképzéssel foglalkozott, kereskedelmi, közgazdasági szakképzéssel, majd 1969 után csak kereskedelmi szakképzést folytatott, és 4 évvel ezelőtt elkezdtük világbanki programban a közgazdasági szakképzést is. Jelenleg az iskola kereskedelmi szakközépiskola, közgazdasági szakközépiskola és kereskedelmi szakmunkás képzőintézet, de emellett az érettségizetteknek készítő gazdasági külkereskedelmi szakképzést is folytatunk. Hát én, amikor kicsi voltam, mindig arról ábrándoztam, hogy kereskedelembe fogok jönni, és hát talán most már jobban szeretem a szakmát, mint eddig. Az itt végzett középfokú végzettséget kapnak a gazdasági területén, ez az egyik iskolatípusú, a másik pedig kereskedelmi eladó végzettséget ad a szakmunkás képző. Egészítő képző pedig külker végzettséget ad, vám külker üzlet és hasonló képesítés. Szeretek ember társaságát. Lenni, embereken segíteni, szeretem ezt a szakmát. A gyerekeink, ha összehasonlítjuk a többi középiskolát, azt mondhatom, hogy elég jól el tudnak helyezkedni, hiszen a kereskedelem az jelenleg, hát nem azt mondom, hogy virágzó, de két lábon álló ágazat, és így a gyerekek el tudnak helyezkedni. Egyrészt a kereskedelemben, másrészt pénzintézetben, postán, tehát a gazdasági életben ügyintézőként, tehát elég jól elhelyezkednek. Hát sok és nehéz, de én ugyanúgy vagyok vele, hogy szeretem, amit csinálok, és jó. A kereskedelmi szakközépiskolai területen értve azt mondom, hogy szakközépiskolai szinten a világbanki programot folytatjuk két szakterületen, közgazdasági banktechnika, másik pedig a marketing, kereskedelmi marketing szakterület, és folytatjuk a 4 éves szakközépiskolai képzést. És a másik feladatunk a kereskedő képzés, a kereskedő eladó, de nem eladó, hanem megváltozott a végzettség elnevezése, eladó helyett kereskedőket képzünk, ez nem csak formai változás, hanem tartalmi változást is jelent. A világbanki osztályokban szakterületenként egy-egy osztály, tehát körülbelül 33-35 fő, szakközépiskola 4 éves tagozatára szintén 35 fő, szakmunkás képzőbe pedig 3, de lehet, hogy 4 szakterületre, körülbelül 128 főt, élelmiszer és vegyi árukereskedő, vasműszaki kereskedő, ruházati kereskedő, és lehet, hogy ebben az évben vállalati háttér úgy néz ki, hogy van, kultúrcikk kereskedő képzését is folytatjuk. Ezt körülbelül 6 évvel ezelőtt indítottuk utoljára, lényegében azóta nem folyik ilyen szakterületen képzés, és a gazdasági élet igényli. Mégis jobban érdekel most a szakma, de csak ne kéne ennyit tanulni, lényeg ez. Hát talán az a lényeg, hogy a követelmények azok nagyon szigorúak. Hát hogy számítottam rá, hogy ilyen, de ennyire nem. A különböző oktatási szintekre más-más tanulmányi eredménnyel várjuk a tanulókat. Nagyon sok szülő megkérdezte, amikor találkoztunk nyílt napon, vagy szülőértekezleten velük, itt várunk, nagyon nehéz megmondani. Több százal csökken a 8. osztályban végzettek száma, tehát biztos, hogy hozzánk se lesz 2,5-szeres túljelentkezés, mint az eddigiekben volt. Én azt mondom, aki a közepesnél jobb, nyugodtan jelentkezzék ide. Sajnos nem ígérem azt, hogy felvételi nélkül felvesszük, és nem teszik őket ennek a stresszásnak, mert mert ma is túljelentkezéssel számolunk, lesz felvételi vizsga a szakközépiskolában minden szakterületen.
magyar nyelvtanból és matematikából, ennek alapján válogatjuk ki a gyerekeket, és a 7.-8. pontot adott tárgyak eredménye alapján döntünk a tanulók felvételéről.